Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön egy kis Sárkányfog DLC, azon belül is a propaganda pályája. Azt hiszem ez a kedvenc pályám, egyszerűen imádom ennek a városnak a hangulatát, annyira jól megcsinálták ezeket a szekciókat, és fantasztikusan néz ki ez a város, mert mint sosem jártam Észak-Koreába, nem tudom, hogy mennyire eredeti hűvása, viszont sokat jártam Erdélybe, és egy-két ilyen, ugye ott is a kommunizmus volt dominatívabb, hogy így mondjuk akkoriban, és egy-két város, amiben itt tele volt ilyen tömbházakból, és a jellege a tömbházaknak teljesen ugyanígy nézett ki, szóval így frankon annyira a hangulata van ennek az egész pályának, hogy jó, élvezett, számomra legalábbis élvezett játszani benne. Ugye Magyarországon ez annyira nem ütközött ki, de Erdélyben Ceausescu idejében, amikor így folytak a különböző kis város átalakítások, és telerakták őket ilyen, hogy úgy mondjam, igazán ronda épületekkel, de ettől a város egy sajátos jelleget vett föl különböző városok, természetesen azért Kolozsvárról ez nem teljesen mondható el, de például Brassóról annál inkább. Nos, hol is tartottam, nem erről szeretnék beszélni, hanem most ebben a videóban nem csak Battlefield fanoknak lesz szó, hanem ugye hát mivel, hogy COD-dal is foglalkozom, úgyhogy Call of Duty fanok is figyelhetnek nyugodtan, mert a téma maga igazából, amit akarok hozni, azért CODostól jön, csak éppen Battlefield-es anyagom volt hozzám. Nos, mit akarok mondani? Szóval rám írtak levélben, hogy egy illető rám írt levélben, hogy ő rásolni szokott, legtöbbször ugye, és ennek az a hátránya, hogy sokat hal. És akkor én írtam válaszul neki, hogy igen, hát hogyha az ember rásol, akkor annak bizony az a hátránya, hogy egy kicsit többet halunk, mint kellene. Viszont akkor jutott ugye eszembe, hogy hát Istenem, azért nem biztos, hogy ez így teljesen igaz, mert idővel, ahogy én is fejlődtem játékokban és tanultam meg új trükköket, rájöttem, hogy azért több fajta rás van. És erre is szolgál például jó alapanyagot ez a Battlefield videó. Alapjáraton ugye ezek az új pályák igencsak gyalogságra vannak helyezve, a járműveknek nem igazán van esélye az új pályákon, akármilyen játékokban játszunk, bár itt Chainlinkben teljesen mindig csak gyalogság van, és nagyon ki van találva ez a játék is. Na mindegy, a lényeg az, hogy több fajta rás van. És az egyikkel sokat halunk, a másikkal nem halunk sokat, és úgy gondolom, hogy azért egy gamernek fejlődése során igazából ezt mind a kettőt érdemes megtanulni, az nem kötelező, de úgy érzem, hogy érdemes megtanulni, főleg, hogyha valaki ugye arra törekszik, hogy kevesebbet haljon egy adott játék alatt, mert ugye a rásnak az azért egy hátrány, hogy tudunk sokat halni, de miért tudunk sokat halni rásolás közben, úgyhogy arra jöjjön most egy kis válasz, tehát ugye tulajdonképpen hogy megy ez, amikor elkezdünk játszani, még az elején, akkor elválik, hogy mi a kemperebb fajta játékosok vagyunk, vagy a rásolósabb játékosok vagyunk. Én sosem voltam az a kempelős fajta, tehát az első pillanattól szerettem mozogni a pályán. Az volt a baj, hogy úgy szerettem mozogni, hogy ész nélkül. Aztán később eljött az SSM mozgás, és hát az mit jelent? Kicsit megtanultam a pályákat, megtanultam az útvonalakat, és nagyjából tudtam, hogy hol van az akció, úgyhogy ész nélkül rásoltam bele az akcióba. Szóval tényleg frankon belementem az akcióba, és ennek mi lett a következménye az, hogy lelőttek, mondjuk 10-ből 7-szer lelőttek, mert hogy vagy gyorsabb volt az illető, vagy számított rám, vagy mit tudom én. Úgyhogy fogtak és lelőttek. Tehát van ez a rásfajta, amikor már ismered a pályát, és azért nagyjából tudod, hogy hol helyezkedik el a több akció, és fogod, és belerohansz, és hát aztán lesz, ami lesz. De az a baj ilyenkor, tehát azért csináljuk ezt, legalábbis azért csináltam ezt, a türelmetlen voltam. Tehát azonnal akcióba akartam lendülni, mint pontosan ennél a jelenetnél, beszülettem az akció sűrűjébe, és természetesen meg is haltam egy-két kill után. Szóval a rásnak ez a egyik rosszabb fajtája, hogy mondjam, időnként rettenetesen eredményes tud lenni, hogyha benne van a kezedben, hogyha ösztönből tudsz cselekedni, és benne van a kezedben a gyors reflex, akkor ez a fajta rás hihetetlenül eredményes és intenzív élménydús játékot tud hozni, ez tény. Tehát ez egy nagy igazság, és ezért is szeretik sokan, mert ha egyszer jön össze 10 játékból, az a játék hihetetlen felemelő lesz. És van természetesen egy másik fajta rást, ez sokkal
hogy úgy mondjam, kicsit idősebben ismertem meg, többet Battlefield-ezgettem, kezdtem rá ugye megszeretni a Battlefield-et, konkrétan a Battlefield Bad Company 2-től, rájöttem, hogy kétfajta rás van. Az egyik rás az a, hogy úgy mondjak, hogy újrahelyezkedés. Szóval, és itt jön a kérdés, ti mit gondoltok a rásról? Számotokra mi a rás? Írjátok le, hogy ti hogy rásoltok? Mit jelent számotokra a rás? Mert számomra már manapság egy kicsit átalakult ez a dolog. Tehát én most már nem azt mondom, hogy elmegyek és megkeresem az ellenfelet, hanem legtöbbször a pályán nagyjából már így újra helyezkedem. Tehát mit gondolok ez alatt? Fogok egy akció területen, akciózok egy keveset, fogok átmegyek egy másikra, ott is akciózok egy keveset, harmadik terület, ott is akciózok egy keveset, azért, hogy mert hogyha egy bizonyos helyen akciózol, ott megjegyeznek, tehát ez ott van, tehát valószínűleg arra a környékre fognak visszamenni az emberek. Visszamennek arra a környékre, hogy megtaláljanak téged, főleg, hogyha egy mondjuk elértél egy 3-4 killt egy adott területen, akkor automatikusan a 4 emberből 3 vissza fog menni, hogy megtaláljon téged. Na most, hogyha újra helyezkedsz, mondjuk megkerülöd azt az adott területet és mögéjük mész, vagy netán eléjük mész és megelőzöd azt, hogy eléd, hogy utána jöjjenek, akkor bizony még egyszer le tudod lőni nagy valószínűséggel azokat az embereket, mert ők arra számítanak, hogy te az a buta játékos vagy, aki hát mindig ugyanaz a területen mozog, ilyen blablabla, bla, bla, és akkor könnyedén el tudnak kapni. Mert ugye egy adott területnek is több bemeneti iránya van, így aztán szépen körbevesznek, de nem, hogyha te újra helyezkedsz, és egy új szemszögből közelítesz rá arra a területre, ahova ők visszamennek gyakorlatilag téged megkeresni, akkor teljesen más eredményt tudsz elérni, akkor újra le tud őket élni, és egy boostot tudsz adni a killjeidnek. És ezáltal mondjuk, ugye tegyük fel, hogyha 4 embert öltél le egy adott területen, abból 3 visszamegy adott területre, hogy téged megkeresett, te viszont már megkerülted őket, és még egyszer lelőved, az 4 meg 3, 7, és te csak egyszer haltál. Szóval így is lehet rásolni. Számomra egy idő után mondhatni, hogy ez lett a rás, tehát ezt próbálom csinálni, több-kevesebb sikerrel ugye. Igazából ez egy elég hatékony taktika, úgy érzem, és én például ezt Battlefield-ben tanultam meg, hogy ezért mondtam én annó még videókban, hogy úgy érzed, hogy nem megy egy játék, akkor próbálj ki egy másikat. Próbálj ki, mert hát, hogyha tud mutatni egy új technikát, és akkor például nekem, mint kódosnak, a Battlefield azért bemutatott egy újfajta rást, ahol tényleg nem az van, hogy egy helyen kempelünk folyamatosan, mert ugyanúgy Battlefieldben is eljönnek érted a játékosok, és eljön érted egy tank, eljön érted ez, az, tehát újra kell helyezkedni. És az újra helyezkedéses játék is egy rás fajta, hogy úgy mondjam. Szóval a rás nem feltétlenül az, hogy mi keressük meg az ellenfelet. Mert arra is kell gondolnod, hogy az ellenfél vár rád. És ha mindig te keresed meg, mindig ő fog lelőni, már amikor nem gyorsabb, mint te. Mert lehet, hogy éppen te gyorsabb vagy, és akkor lelőtted egyszer, de arra nem jössz rá, hogy ő lelőtt téged tízszer közben. És ezért érdemes meggondolni, megtanulni mind a két rásfolytát is. Tény, hogy a mi keressük meg az ellenfelet, és gyorsabbak vagyunk, mint ők, az hihetetlenül felemelő játékot tud adni, az egyszerűen biztos, ha összejön, ha egyszer összejön. Nos, ennyi lett volna, a következő videóban játékfajta tempókról fogunk beszélni, tehát tempófajtákról fogunk beszélni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!